Idestova 7. alkalommal rendezték meg a csíki versünnepet Csíkpál falván. Ez a szívet melengető megmérettetés Varga Sándornak köszönhető, aki 7 éve gondolta úgy, hogy a székesfehérvári versünnep mintájára otthon, Székelyföldön is megcsinálja ezt a versenyt. Természetesen a stábunk is ott járt, nézzük meg ezt a csodálatos eseményt együtt. Mint a búgus szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hát, csak darabos szikla, durva törés tátuk. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda őszívből várták mi lelkünket, hogy hús darabjait még érdesen csinkinek. Érdesen, szennyesen, spénik születetlen. Hova nem süt a nap, hova nem fél a szem, Krisztus Urunk, segíts meg! Hallottunk ájtatós régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve ki mit lát belőle, s mit nem. Tudva, hogy mindent áldozdál az Isten, bár ilyenek lennénk mi, bár ilyenek lennénk mi, úgyis csak az Úr lát mindenki szemével, s amit tenn magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Krisztus Urunk, segíts meg! Kifarag valaha, kifarag kemény vésünk, ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésnek. Ha nincs kalapácsunk, ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló. Legfájóbb mélyünkbe, belefúró, fúró. Szenvedésre lettünk mi, szenvedésre lettünk. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, még méltók nem leszünk, hogy az ég király beállítson majd a Rozsdás csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! 7. alkalommal rendezték meg Csíkpál falván a Csíki medence, a Gyimes völgye és Moldva vers szerető diákjai számára a csíki versünnepet. A verseny szervezői a Csíkpál falvai Márton Ferenc Általános Iskola, a Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület, Csíkpál falva önkormányzata, a Csíkcsomortáni Szellőszálló és a Csomortányért Egyesület voltak. Idén 5 korosztályban 128 általános és középiskolás fiatal mérettetett meg a rangos szakmai zsűri előtt. Én elsősorban tényleg a részvevőknek gratulálnék. Talán az idén, vagy évről évre lehet látni, hogy hova tovább, hogy fejlődnek a szavallók. Most már elmosódnak a korosztályok, kicsik, nagyok. Olyan nagyos mindenki felnőtt emberként szavalt, és ez a létszámba is látszik, hogy most már a Csíki Benence egyik legjelentősebb versünnepe lett. Színes ez a világ is, így szép, ha színes.
ez most már azt is mondhatom, egy hagyomány, és ezt nekünk őrizni, kötelességünk Varga Sándor örökségét, hagyatékát tovább vinni. Varga Sándor a három esztendeje elhunyt újságíró, a fehérvári versünnep alapítója 7 éve hívta életre a székesfehérvári találkozó mintájára a székelyföldi fiatalok részvételével megrendezendő versmondó versenyt. Az alapító lánya, Varga Anna, Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület elnöke számára a találkozó olyan örökség, amelyet megtartani lélekemelő feladat. Nagyon meg vagyok hatódva, ugye most ért véget éppen a záró ceremónia és az eredményhirdetés. Lényegében leginkább a hála van a szívemben. Édesapám irányába, aki ezt az egészet megalapította, a rengeteg barát irányába, Székesfehérvárról, Budapestről és Csíkból, akik segítenek nekünk ezt megszervezni, és a pedagógusok és a gyerekek száma irányába természetesen, hogy megint több mint 100-an eljöttek és ünnepelték a verset velünk. A verseny szervezésében kulcs szerepet játszó csíkcsomortáni szellőszálló munkatársai a tulajdonos Mihályi Magdolna irányításával, illetve a csíkpálfalvai Márton Ferenc Általános Iskola tantestülete évről évre sokat tesz azért, hogy a fiatalokat méltó körülmények fogadják. Fehér Ilona az intézmény igazgatója hangsúlyozta, a kulturális seregszemle résztvevői biztosítják a magyar nyelvű líra létét, jelenét és jövőjét. Reméljük, hogy Varga Sándor is meg van elégedve velünk. Nagyon sok szép vers volt, nagyon megható volt. Többször könnyet csaltak a szemembe a versek, és a végén a himnuszok is, meg az iskolának az adomány is. Az előző 6 évben bebizonyosodott, hogy egyre több székelyföldi oktatási intézményben tesznek hitet amellett, hogy a versünnep segítségével megerősíthetik elkötelezettségüket, és verssel segítsék azt, nemzeti identitásuk, a magyar nyelv megőrzésének jegyében. Csodálatos mind a két rendezvény, Székesfehérvárra indult. Nem is lehet a két versenyt, amúgy a versenynepet összehasonlítani a hazait az ittenit, mert mindegyik a maga nevében csodálatos, és itt Székelyföldön egy plusz áhítat van benne, hogy azok a gyermekek, akik akár a szorványból is érkeznek erre a versünnepre, őrzik és védik ezt a magyar nyelvet, és örömmel, büszkeséggel jönnek ide és verselnek, és csak magyar költők verseit hallattunk. A két különbség a Fehérvár és az itteni között, talán, hogyha tudok olyat mondani, hogy mibe vettem észre, hogy itt sokkal többen verseltek a hazáról, a családról és a szeretetről. Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész a zsűri elnöke értékelésében úgy fogalmazott, dicséret illeti a fiatalokat és pedagógusaikat. Minden évben nagy öröm számomra, hogy eljöhetek ide, hiszen olyan élményben részesül itt az ember, ami máshol nem élhető át. Persze máshol is mondanak verseket, gyerekek, sok-sok versmondó versen, Fehérváron is éppen, de minden évben megragad ennek a versünnepnek az a légköre, ami csak itt a Székelyföldön érhető el. Az idén Ady Endre
költészete volt a középpontban, tekintettel a halálának 100. évfordulójára. Persze más versek is elhangoztak. Jó versválasztásoknak volt túltanúi szerintem. És az az igazság, hogy bár mindenki azt mondja, hogy ez a költészet nagyon bonyolult, nehéz, tele szimbólumokkal, de úgy tűnik, hogy a legkisebbek is megtalálták azt a hangot, ami az adi költészetből számukra megfelelő volt. Hát a középiskolásokról nem is beszélve, hiszen ők azért már érettebbek. De azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy minden évben középpontban álljon egy életmű. Ugye volt, amikor Arany Jánosról, tavaly a szerelemről volt elsősorban szó, de ez nem zárja le a határokat. És éppen ez a fontos egészben, hogy a egyetemes magyar költészet legjobbjait mondják, nagy átéléssel, nagyon jó felkészültséggel, hiszen ne kell emlékeznünk a tanárok felkészítő munkáról is. És hát, ahogy itt említettem ma már, egy adivers címével mondja az ember azt, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. Sudár Anna Mária versmondóként és előadó művészként a hétköznapokon is sokat tesz azért, hogy a költők gondolatait, érzéseit közvetítő fiatalok megtalálják önmagukat is a versben. Nekem mindig a saját tapasztalataim jutnak eszembe, amikor diákként szavaló versenyeken, versünnepeken lehettem jelen, mert azt érzem még mindig, hogy azok a versek, amelyeket akkor megtanultam, azok a találkozások Adival, Kosztolányival, amelyek akkor megtörténtek bennem, azok a legmélyebbek. És sokat gondoltam most is erre, hogy azok a gyerekek, akik egy adiverssel birkóztak most, amihez még élettapasztalatokán, érettség okán biztos, hogy nincs minden irányból útjuk, mégis megküzdöttek vele, hogy mégis milyen mély találkozás lehet ez számukra. Tehát egy szöveg, ami él egy emberben, az 10 év múlva is ott él benne, és sokszor egészen váratlan helyzetekben kezd el kommunikálni a lélekkel. Mondta, itt több választás is volt az Elbocsátó Szép Üzenet című adivers, és az egyik lány el is mondta, a másiknak csak a választott verse volt végül, és azon gondolkodik ilyenkor az ember, hogy miért választja ezt egy lány, hogy a szerelemnek, a csalódásnak, a fájdalomnak melyik rétege az, amelyik már éretté teszi őt arra, hogy egyáltalán az elméje rányíjon erre a szövegre. És akkor befejezvén ezt a gondolatsort, amikor aztán majd 15-20-30 év múlva találkozik ezzel a verssel újra önmagában, amikor már lehet, hogy eszébe se jut elmondani, akkor mégis segítség lesz számára. Nekem a másik gondolat, ami mindig kísér, az ezzel kapcsolódik is egyébként, hogy a versek segítenek élni. A versek kapaszkodók, a versek a legváratlanabb pillanatokban jelenthetnek számunkra kiutat egy helyzetből, vagy éppen csak egy szalmaszálat, amikben meg tudunk kapaszkodni. És hát nyilván ezeknek a gyerekeknek a többségéből nem lesz hivatásos előadó vagy színész, és mégis valahol a vers bele fog ivódni, szövődni az életükbe, és talán tovább is tudják adni majd a vers szeretetet. Török Máté a Misztrál együttessel teljesíti be sorsát, megzenésített verseikkel már kiérdemelték a Magyar Örökségdíjat, és székelyföldi missziójuk során már számtalanszor bizonyították, nem feledkeznek meg az ifjú generációról sem. Nekem egy olyan élmény volt itt a zsűriben ülni, hogy rácsodálkozhattunk közösen ugyanazokra az érzésekre akár. A zsűritagok külön-külön sok esetben ugyanazt gondolták az elhangzott versről, ami persze utána később derült ki. Tehát a vers így is él, így is ünnepe van. Nagyon jó volt, hogy valóban nem egy versengés zajlott itt, hanem a vers volt jelen, a vers volt egy piedesztára emelve, és megpróbáltuk a költészetet ünnepelni. Meg is próbáltuk zsűriként azt megtenni és megcselekedni, hogy senki ne menjen el rossz érzéssel, hogyha elrontotta a verset, vagy megakad benne. Nem érzem egy könnyű feladatnak, amit itt nekik most teljesíteniük kellett, hiszen Ady Endrének a verseit szavalni azért nem könnyű. Énekelni sem könnyű. És ha megnézzük az összetételt, azért láttuk azt, hogy többségében lányok jöttek el, és lányoknak Adit szavalni meg még sokkal nehezebb. Megdöbbentő volt látni azt, hogy egy-egy lány milyen mélyen tud igazi férfi verset elszavalni, és ahogy ők fogalmaztak is, ugye megfordul bennük, hogy ők a másik oldalon álló szerelmes pár,
akit Adi esetleg az elbocsátó szép üzenetben megírt. Hetzinger Mika évről évre megerősíti, hogy egy-egy vers sorral, gondolattal a gyermekeket is rá lehet döbbenteni arra, hogy szebbé tudják tenni életüket, ha kibontják és megmutatják magukból a bennük rejlő jót. Én most a nyolcadik osztályban voltam, mint zsűritag. Olyan mélységeket és magasságokat élt meg az ember a gyerekek versmondásai által, amik nem is, amiket nem hittem volna, hogy ezek az érzéseket ők úgy meg tudják fogalmazni, ahogy megfogalmazták. Egy Adi Endre az nem egyszerű. De örülök, boldog vagyok és hálás vagyok a Teremtőnek, hogy itt lehettem. Idén a 100 éve elhunyt Adi Endre, valamint irodalmi munkássága és személyisége állt a csíki versünnep középpontjában. Gazdag életművéből leginkább a szülőföld, a hazaszeretet, a közösség témájú verseket választották a versmondók. Az általános iskola 5.-6. osztályában, mint ahogy a többi korosztályban is, Adi Endre mellett Petőfi Sándor, József Attila, Radnóti Miklós, Juhász Gyula, Márai Sándor, Kányádi Sándor, illetve kortárs erdélyi és magyar költők versei szerepeltek a repertoáron. A korosztály győztese 37 társát megelőzve a Madarasi János Gréta lett, a Kis Ferenc általános iskola növendéke, aki Adi Endre El a faluból című versével nyerte el a zsűri elismerését. Adi Endre, el a faluból, a kis haranga régi, mely belezúg a csöndbe, a szürkeség a régi, fölébrít a tavasz, minden a régi. De én hol élek, járok, nem voltam ilyen messze, nem voltam soha. Belehalok, ha mondják, hogy én itt szálltam útra, megtagadom a csókot, amely útra indított. Én a bolondos zajnak, én a cifra városnak vagyok a kóbor lelke, ne gyalázd meg hát, falu. Ó, kapj fel innen, város, ragadj el innen, város, kik messze kirepültek, sose térjenek haza. Harmadikban voltam az első szavaló versenyemen, akkor is értem el egy dicséretet, és az úgy összpontosult, hogy újra meg újra kell mennem. És nagyon szeretek verset mondani, mert úgy gondolom, hogy a vers az egy életet jelent, az egy, hát hogy is mondjam, egy fontos szerepe az életben. A 7. osztályosoknál 34 diák mutatta be tudását. Adi Endre a Szivárvány halála című versével a Csíkszent Tamási Bálint Lajos általános iskola fiatalja, a varázslatos tehetségű Kurkó Karolina Fatima érdemelte ki az első díjat. Adi Endre a Szivárvány halála. Soha olyan ékes szivárványt abroncsként fogta össze az eget. Soha olyan szent abroncsot még, olyan szélest,
olyan ölelőt, de íme esteledett. Már unták is bámulni, nézni, parasztok, barmok, madarak. Szégyenkeztek szemek és öklök, hogy ellágyultak ott a mezőn, egy rongy szivárvány alatt. Kacsingatott már csúfolódva a vén napi temetkezőn. Tetszett neki, hogy egy szivárvány, egy szín csoda ámulás terem, józan és trágyás mezőn. Csak a szivárvány várt még mindig. Folyton szebb lett, ahogy bukott. Síron nézett le a mezőre, s aztán beitták szent színeit a távozó felhő húok. A vén nap is leesett mosolygón. Föllélegzett az egész világ. Nem valók az izzadt mezőkre, efféle bolond és nagyszerű, szent égi komédiák. Hát már kisebb koromtól kezdtem el verseket tanulni, és azért szeretem, mert úgy önbizalmat ad egyrészt, másrészt pedig úgy feltalálom magam, hogy tudok azonosulni a versekkel, és az jó, jó nekem. A nyolcadikas évfolyam 38 diákja közül Ferenc Rékát koronázta meg a zsűri, aki Ady Endre versét választotta. A Hiszek hitetlenül Istenben című költemény kivételes előadásmódja nagy sikert aratott. Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak. Cifrázott semmiség. Most minden imává vált. Most minden egy husánk, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség. Ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban. Krisztust várok. Beteg vagyok. Beteg. Megállok, mint alvajáró. S eszmélni akarok. Szent káprázatokban előttem száz titok kavarok. Minden titok a nagy világon, s az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is. Ó, jaj, nagyobb titok. Már kiskorom óta nagyon közel áll hozzám az irodalom és a magyar költészet, és mindig is nagyon sokat adott, és a versek voltak azok, amik által ki tudtam az érzelmeimet fejezni, és hát még nem tudom, hogy mi lesz a közeljövőben, de mindenképp szeretnék továbbra is foglalkozni az irodalommal, a versekkel. A líceumban tanuló fiatalok színvonalas megmérettetésének győztese Dániel Dorottya lett, aki szuggesztív előadásában Ady Endre e Nagy Tivornyán című költeményével aratott sikert.
Ady Endre, e nagy Tivornyán. Terítve a föld, lakni tessék, tomboly világ. Most szabadult el pokloknak minden pokla rajtad, ha akartad vagy nem akartad, hollókkal és kóborkutyákkal kész a lakoma. Kész az egység. Véres borkopony a pohárban, hajtsd föl világ! Itt ki fenékig, itt ki hősiesen és bátran, most már mindegy. Most rohanj végig, végig a téboly zöld vér útján. Stéboly, most már ne szemérmeskedj. Szakadnak a vásznak, szakadnak. Eljött az álmot, minden mindegy, esküdjünk a minden szabadnak bőrünk, úgyis ördögök bőre. Lakomázzunk, s aztán előre. Ha Tivornya, legyen Tivornya, olyan mindegy élni, nem élni. És gyávja az ember vagy hérosz, olyan mindegy, van-e tán még rossz, s van-e tán még megbecsülendő. Herolcsizmám egy kicsit sáros, de jövök vígság hirdetéssel. Ordics kapu és Kiács város, kárhozzatok, most van a napja, s akinek van még virradatja, ne halljon meg kárhozás nélkül. Egész világ szőtje kibomlott, s én egy nyomorék fonálhurkán még mindig csak bénán zsibongok. Mit törődjünk elmúltak voltán, terítve a föld, lakni tessék! Éljünk dögig e nagy Tivornyán. Nekem a vers az olyan, mint egy önismereti út, hogyha tényleg odafigyelünk a versre, és meg akarjuk érteni. Előadni persze más dolog, de az is tud olyan lenni, mint egy, hát mondjuk egy meditáció, amikor én az én értelmezésemet közvetítem. Igazából persze hozzájön még az, hogy ez mások előtt, másoknak is át kell tudom vinni ezt az üzenetet, ami a versben rejlik. Thank you.
Az idei találkozó hozadéka nem is lehet más, mint megfontolásra ajánlani Kányádi Sándor gondolatait. Nekünk egyetlen hazánk van, ez a magyar nyelv. Mi ebbe a nyelvbe csomagolva jöttünk több évezreden át, és érkeztünk meg ide. Batyú, amelyet őseink hoztak magunkkal, s mi visszük tovább. A bot, amire támaszkodhatunk, és amivel védekezni is lehet. A magyar nyelv olyan, mint a terméskő, egy tömbből van, amin az idő egyetlen vihara, egyetlen karcolást sem hagyott. Nem naptár, amely a kor változásaihoz alkalmazkodik. Nincs szüksége senkire, nem kölcsönöz, s nem von vissza, nem ad, és nem veszel senkitől.